Jaj, nagy kedvencem az iCarly. Az is még viszonylag az első főszerepeim közé tartozott, és az első olyan nagyobb munka volt, ami ugye több évadot is megélt. Én nagyon-nagyon szerettem, mert az én karakterem, ugye a Sam, egy nagyon vagány, nagyon fiús lány volt, és úgy éreztem, hogy eleinte, hogy nagyon a szöges ellentétem, mondjuk én sem voltam az a tipikus csajos csaj, de azért ennyire nem voltam ilyen laza meg fiús. És igazából mindig együtt dolgoztunk hárman, a Carly szereplőjével, meg a Freddyvel, és igazából egy nagyon jó kis összeszokott csapat lett, a Cető Ádi volt és a Cető Zsani, a másik két szereplő. Úgyhogy én nagyon élveztem az összes forgatást, és pláne a legelején, amikor még nagyon újdonság volt a sorozat, tényleg nagyon jókat nevettünk, szóval nagyon, nagyon jó érzés volt mindig utána, amikor vége volt a forgatásnak, hogy na, ez is egy királyélmény volt, úgyhogy ez hiányzik is kicsit azért az iCarly. A Sam és Cat, igen, azt nem is olyan rég csináltuk, szerintem max. Egy 3 éve lehetett, amikor elkezdtük. Ott ugye egy másik sorozatból a Catnek a szereplőjével volt a Sam. Ott a Bogdányi Titivel dolgoztunk ketten mindig együtt, szóval ott mindig ketten voltunk a stúdióba. Nekem az a sorozat is tetszett, szóval viszont kicsit így éreztem azt rajta, hogy kicsit még egy bört próbálnak így lehúzni arról, hogy van ez a két nagyon király karakter, és akkor valamit együtt is csináljanak, és biztos jó lesz. Itt is voltak amúgy nagyon izgalmas részek, de úgy érzem, hogy igazából a Sam és Cat, mint a két karakter vitte el az egész sorozatot. Szóval nem is annyira a cselekmény szálak, és nem a történet volt az, ami igazán vicces volt.